Sziasztok! Szeretettel köszöntelek benneteket a Terézvárosi Szoptatás Támogató Klub rendhagyó alkalmán. Nagyon sajnálom, hogy most decemberben pont az ünnepek környékén nem tudunk személyesen találkozni. A klubokon azt szoktam ösztönözni, hogy ti beszéljetek, ti osszátok meg egymással a tapasztalataitokat. Most ezt sajnos nem tudjuk így megcsinálni, de a videó alatt a kommentekben nyugodtan kérdezhettek, hozzászólhattok, és majd mindenkinek igyekszem válaszolni. Most ezen az alkalmon pár olyan problémáról fogok beszélni, ami elég gyakori és tipikusnak mondható így az ünnepek alatt. A szoptatási tanácsadók is azt tapasztalják, hogy így az ünnepek környékén gyakrabban csörög a telefonjuk egy-egy probléma miatt. Ezekről fogok beszélni, illetve ezzel kapcsolatos praktikákat fogok veletek megosztani, és remélem, hogy néhány tévhitet is sikerül eloszlatni. Így az ünnepi készülődés környékén hát előfordul, hogy a családok vagy az édesanyák egy kicsit stresszesebbek, és ugye, ahogy készülődnek az ünnepekre, hát a kisbabák egyszerűen kevesebbszer kerülnek merre. Nagyobb babák esetén az is előfordul, hogy egyszerűen a kisbabák úgymond elfelejtenek egyszerűen szopízni, mert annyira lefoglalja őket is az ünnepi fények, vagy az új játékok, a vendégek. Hát ilyenkor elég gyakori probléma a tejcsatorna elzáródás, illetve súlyosabb esetben pedig a mellgyulladás. Ilyenkor az édesanyák fájdalmasabb csomót tapasztalhatnak, jellemzően az egyik mellükben, és bőrpirt, ott az érintett területeken gyengességet, levertséget, esetleg hőemelkedés, mellgyulladás esetén pedig be is lázasodhatnak, illetve influenza-szerű tüneteket tapasztalhatnak magukon. Akár tejcsatorna elzáródásról, akár mellgyulladásról beszélünk, az nagyon fontos, hogy a szoptatást azt mindenképpen folytassátok, és ne hagyjátok abba, mert hát ezek a csomók, ezek tulajdonképpen hát ilyen beragadt tej, amitől így elég fontos lenne így megszabadulni, hogy ezt a babák ki tudják szopízni. Tehát üríteni kell a tejcsatornákat, mégpedig olyan módon, hogy mindig az érintett mellel kezdjétek a szoptatást, és a babának az álla a csomó felé nézzen. Hát ilyenkor az anyukáknak a kreativitására van szükség, de nagyon ügyesen ezt meg szoktátok oldani, kicsit ilyen akrobatikus szoptatásokra kerül ilyenkor sor, tehát a megszokott bölcsőtartást vagy kereszttartást, azt ki lehet egészíteni a hónajtartással, nagyon hatékony, hogyha az édesanyja négy kézlábra ereszkedik, és úgy szoptatja a babát, olyankor a gravitációs tud segíteni, tehát nyugodtan meg lehet próbálni ezeket az akrobatikus pozíciókat. A szoptatást azt nyugodtan ki lehet egészíteni fejéssel, akár kézi, akár gépi fejéssel, ez is tud segíteni. Hát régebben volt ilyen, én nagyon remélem, hogy itt a kerületben nincsenek úgynevezett fejőnők, akik hát jó szándékkal, de annál károsabb tevékenységet folytatva az édesanyáknak a mellét nagyon erősen, akár ilyen kék-zöld foltokat hagyva maguk után kimasszírozták, ez rendkívül káros, és ez semmiképpen nem szabad. Nagyon jótékony ilyenkor, hogyha engedtek egy kád meleg vizet, és ebben a meleg vízben, egy ellazult állapotban is meg lehet próbálni kézzel fejni, illetve a zuhany fejet is nyugodtan, a meleg vizet is irányítsátok a csomóra, és ez is egy ilyen enyhe masszírozást okoz. Hogyha jól érzitek magatokat, nem vagytok nagyon betegek, lázasak, akkor nyugodtan a kisbabával együtt is lehet fürdeni, mert ebben az ellazult állapotban ők is ügyesebben
szopíznak, mert mellgyulladás esetén sajnos előfordulhat, hogy a tejnek is sós íze van, és ilyenkor kevésbé akarnak szopízni a babák. Nagyon jó praktika még a borogatás. A szoptatások között inkább hűvös, hideg borogatás, jegelni is lehet, de az csak nagyon óvatosan az ödémát segíti. A jegelés arra kell figyelni, hogy a fagyott tárgyat, az lehet akár egy fagyasztott zöldborsó, vagy lehet kapni ezeket a fagyasztható ilyen zselés párnákat, ezek ne érjenek közvetlenül a bőrhöz, hanem ezt csavarjátok be egy textilpelenkába, vagy konyharuhában, és akkor ez hát egy pár percig lehet a melletekre tehetitek, de csak akkor, hogyha jól esik. Tehát ez fontos, hogy mindig olyan hőmérsékletű dolog érjen a bőrötökhöz, ami jól eső. Közvetlen szoptatások előtt pedig melegvizes borogatással lehet segíteni a tej áramlását. Súlyosabb esetben, hogyha mellgyulladással találkoztok, hát ez egy lázas állapot, ami ilyen influenza-szerű tünetekkel jár, ilyenkor jellemző ez a levertség, egy ilyen betegség érzés. Hát ilyenkor a jelszó az üres mell, ne kelj fel, ilyenkor tényleg vigyázzatok nagyon magatokra, feküdjetek, pihenjetek, figyeljetek oda a bőséges folyadékpótlásra, és a szoptatást azt ugyanúgy folytassátok. A megszokott lázcsillapítót azt nyugodtan bevehetitek, viszont hogyha több napja fennálló lázzal találkoztok, akkor viszont forduljatok orvoshoz, aki antibiotikumot fog felírni nektek. Nagyon fontos, hogy magas láz, illetve antibiotikum szedés mellett is folytatni kell a szoptatást, és nyugodtan lehet szoptatni a kisbabátokat. Hát így a vendégeskedések és az ünnepi időszak során így előfordulhat az is, hogy a hát jó szándékú, de sajnos kevésbé korszerű tanácsokkal látnak el benneteket a vendégek. Hát ilyenkor jellemzően előkerül a cumi, hogy miért van annyit mellen az a kisbaba, nem kell annyit szoptatni, adjál neki cumit, kevesebbet kell mellre tenni, már bírnia kellene a 3 órát, a 4 órát, hát ezek sajnos már ilyen elavult tanácsok, és nyugodtan folytassátok az igény szerinti szoptatást, ahogy eddig csináltátok. Sőt, hogyha sok vendég összegyűlik, hát most ebben a vírusos időszakban ez sajnos lehet, hogy nem így lesz, vagy a vendégek is mondjuk maszkban lesznek, de hát ez a kisbabáknak is egy ilyen megemelkedett stressz állapotot okoz. Még akkor is, hogyha nagyon örülnek, hogy a vendégek dajkálják őket, de hát akkor is megterheli az idegrendszerüket. Tehát teljesen normális, hogy még akár gyakrabban is kéreckednek merre, mint különben egyrészt. Másrészt a babák nagyon okosan tudják és érzik, hogy az édesanyja, a teje alkalmazkodik a vendégsereg által esetlegesen behozott ilyen vírusokhoz, meg különböző kórokozókhoz, tehát a mellettben lévő tejben már megjelennek az ellenanyagok is, és ilyenkor ezt a kisbabák nagyon jól tudják, hogy hát bizony ezt jó, hogyha magukhoz veszik. Hát mit is lehet tenni, hogy elkerüljük ezeket a tipikus problémákat, és mégis tudjatok készülődni az ünnepekre. Hát fontos, hogy ugyanúgy kerítsetek időt a szoptatásra, mint máskor. Ez főleg esetleg nagyobb babák esetén lehet érdekes, akiknek már kisebb gondjuk is nagyobb annál, mint hogy szopízzanak, mert annyira lefoglalja őket is az ünnepi készülődés. Hát ilyenkor próbáljatok meg így mesterségesen egy ilyen kis nyugalmas teret vagy helyet biztosítani, behúzhatjátok a sötétítő függönyt, és a szobának egy olyan sarkába vonuljatok el, ami egy kicsit ilyen ingerszegényebb,
hogy a kisbabák is meg tudjanak nyugodni, tudjanak szopizni. A hordozás az ilyenkor is nagyon jó, akár háton, akár elől, mert szabad a két kezed. A profik megpróbálhatják a hordozóeszközben való szoptatást, ez a diszkréciót is segíti esetleg vendégségben. Illetve hát kreatívan, nyugodtan a rokonságtól, a barátoktól, hát lehet mindenféle olyan ajándékot kérni, ami megkönnyíti a ti életeteket, akár a karácsonyi menüt, vagy az ünnepi készülődéshez kapcsolódóan meg lehet kérni valakit, hogy jöjjön át, esetleg vegye ki a részét a takarításban. Hát ilyenkor nyilván szigorúan maszkban kellene ez, hogy megtörténjen. És egy nagyon fontos dolog, a töltött káposztát azt nyugodtan ehetitek, mert a kisbabának a világon semmi baja nem lesz attól, hogyha az anyukája töltött káposztát eszik, tehát ez nagyon fontos tévhit ennek az ételnek a rajongóinak, de a töltött káposztát is nyugodtan kérjétek meg, hogy a nagyszülők készítsék el, vagy rendeljétek meg, hogyha erre nem kerül sör, akkor pedig csináljatok székelykáposztát, mert az egyszerűbb megcsinálni, és a kisbaba mellett hamarabb végeztek vele. Hát remélem, hogy hasznos információkat sikerült megosztani veletek, várom a kérdéseiteket, a hozzászólásaitokat, és nagyon remélem, hogy hamarosan személyesen is találkozhatunk. Mindenkinek nagyon boldog karácsonyt kívánok, sziasztok! Kedves nézőink! Az 5-ös 10 online további videóért kövessetek minket. Lájkoljatok Facebookon, Instagramon, és iratkozzatok fel YouTube csatornánkra is. 5-ös 10 online. Elérhető kultúra az otthonodban.